macaron, yeah, macaron, no, chacarón, 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 chacarón. Sziasztok! Itt Kis Márkosz, és itt van az újonc az RCZ Games csapatában. Mutatkozz be, kérlek szépen! Üdvözlök mindenkit! A Crysis 2-t fogjátok látni, ez csak egy beta verzió, tehát ne számítsatok olyan nagy durranásra! Hát igen, mivel hogy az egy az egy nagyon jó játék volt, és képzeljétek el, hogy ő, Gerzson, kiszivárogtatta a beta verziót az internetre. Igen, de ezt nem mondjátok el senkinek, mert ez bizalmasan titkos. És képzeljétek el, hogy na hát indítsuk el a játékot, és nézzük meg, hogy mennyire nagyon szar. Na, hát nézzétek meg, hát mit gondolsz te erről, hogy ez miért történt? Ez azért történik, mert amint említettem, ez egy beta verzió, és egy ilyen kis zöld piramisszerű valamivel kezdődik a játék, biztos ez is egy különlegesség. Hát igen, az egyben is láthatunk ehhez hasonló csodálatos dolgokat. Hát itt volnánk a menüben, ahol láthatjuk Darth Vader-t, ott látjátok, ott van Darth Vader, és menjünk Super Soldier-es módba. Hát igen, mivel mi már ugye olyan jók vagyunk, mi már Super Soldier-be is tudunk menni, igaz, ezen vaciláltunk egy picit, de végül így döntöttünk. Hát igen. Na hát már megint elromlott a játék, hát hogy történhet ez? Igen, kisebb technikai gondok után ismét visszatérünk, és hát láthatjuk, hogy a grafikája nem vetekszik az egyedik részével, de viszont nem is annyira rossz, hát mit gondolsz erről? Hát én erről azt gondolom, hogy ez a játék, ez nem biztos, hogy sokkal jobb lesz, mint a Half-Life 2, amiben még intro sincsen. Szerintem még annak is jobb volt a grafikája ennél. Hát igen, de ebben sincs intro, ahogy láthatjátok, csak ülünk egy, nem tudom, egy ilyen vízi taxiba, ami hasonló egy buszhoz, és ott egy tejoista a contestrikéből, ott egy tejoista, le kell lőni. Na igen, egy kis társalgás után remélem elkezdődik az akció is, mert én már Mike-os barátom. Júj, ne, Mike-os, látod, amit én? Igen, végzetes hiba történt a meghajtó rendszerbe. Hát piros lett. Miért lett piros? Miért? Azért lett, mert szerintem a nácik ujjai jöttek, és megtámadták a hajunkat. Szegény amerikai kis tengerész alatt való járók emberek, hát ez hogy képzelték ezeket a nácik? Hát nem értem. A tengerész gyalogosok nem tudnak mit tenni, úgyhogy kimenekülünk a hajóról, hogy senkinek sem bántódása. Hát nézzük meg most, nem lehet itt kimászni, pedig itt olyan könnyen ki lehetne mászni, hát Márkosznak ezzel a nagy mozgás, vagyis nekem, Márkosznak, ezzel a nagy, még mozgás korlátozott koromba is nagyon jól tudtam mászni. Hát igen, mert itt nincsen olyan, mint a 21. században, hogy a tolókocsik, hogy aki mozgássérült, annak nincsen lift, úgyhogy nekünk kell felmászni a létrán. Hát milyen dolog már ez? Hát igen, én még kis pulyakoromba is nagyon jól tudtam kinyitni ajtókat, bár ez a bácsi alig bírta kinyitni, és beszáll a szél, hát nem igaz, hát anya mindig mondja nekem, hogy zárjam be az ablakot, mert különben bejön a szellő levegő. Hát
Hát igen, még jó, hogy megtanultunk úszni, mert ha itt nem tudnánk úszni, akkor már elsüllyednénk és meghalnánk, és a Crysis 2-vel se lehetne játszani. Tehát mindenki menjen el az úszodába, és tanuljon meg úszni. És most egy távcsőből nézzük, de hát nem tudom, ennek az embernek van harmadik keze is, mert csak úgy nézhet távcsőből, amikor mind a két kezét látjuk, és most piros hó esik. Piros hó esik? Hát megszállták az űrlények ezt a bolygót. Hát úgy, mint lakozta sátán. És az embereknek fel se tűnik, hogy csak úszkálnak vidáman a medencébe. Na, itt is lennénk a játékban. A billentyűzeten a V betűt kell megnyomni, hogy kirúg. Mi ez? Mi volt ez? Megszállt minket a sátán. A sátán szállt meg minket, Michael, hát miről beszélsz? Na de most megvilágosodunk. Igen. Vannak itt ilyen hordók, amiket dobálni is lehet, de most nem mutatom ezt meg nektek. És felmegyünk a lépcsőn. És hibás lett a fájl. Hibás lett a fájl. Hát nem értem. Hát most ez mi? Hát mindenkitől. Most offline vagyok. Ott van Gigolo. Ott van Gigolo, aki adja nekünk a küldetéseket. És nézzétek, mekkorát ugrik. Hát ez tök jó. Olyan, mint a Crysis 1-be. Tehát kopizza a Crysis 1-et. Igen. Mondjuk a Half-Life-nál már jobb, már azt be kell ismernünk. Na most kinyitjuk ezt az ajtót. És összegyűri azt a szegény papírdarabkát. Micsoda tájkép! Látják ezt, emberek? Látják ezt? Már megint hibát észlelt a fáj. Hibát, igen, mert ezt biztos a szerkesztők csinálták így, hogy most nézelődjünk már egy picit, hogy lássák, mivel vesződtek egy csomó időt. Mit gondolsz erről? Szép ez a tájkép, vagy csúnya? Hát valamennyivel szebb, mint a nagyon szar, nem tudom, hát a nagyon szar... Elfelejtettem azt a játékot. Mi is volt annak a játéknak a neve? Hát tudod, az intro nélküli Half-Life 2. Ja, hát mi is lehetne szarabb annál, tényleg. És nézzétek meg, ott a tengerbe villog valami. Jönnek az UFO-k, jújjúj, most nagyon fognak jönni. És most miért tartja így a pisztoly? És nézzétek ott meg... Ott volt a szabadságcsoboly a tenger közepén, láttátok? Hát igen, én azt hittem, hogy a szabadságszoboly az a Budapesten van, a Gellért hegyen. Nem, hát az már itt is van. A Krázisba is beletették, mivel lekopizták Budapestről. Hát és nézzük csak. De miért van így ez a pisztoly? Miért és nézzétek meg, ott nagyon gyakran leesik valami leesik? Kaki. Az ott egy WC csővezetékrendszernek igen, a... Igen, biztos a kakis víz olyan van, na. Húj. Na remélem már mindjárt mehetünk, mert már elég a nézelődésből. Na igen, és nézzétek meg, beszürkült a szemünket. Szegény ember biztos húzatot kapott. Segítsünk neki, leölték a barátunkat, Michael. Jaj, hát meg kell menteni, azok gonosz emberek, azok nem érdemlik meg az életet. Na, végre felvehetjük a lőszert, és most már lehet, képzeljétek el, lőni? Lőni? Hát te a Half-Life 2-ben is lehetett lőni, nem? Hát akkor most ez miért olyan nagy újdonság? Vigyázz, lőnek! Ránk lőnek! Hát de nem látok, hát véres lesz a szemem sarka, mind a négy sarka, pedig nekem öt van. Hát nem értem. Hát nem értem. És nézzétek, nincs húd. Miért nincsen húd? Na várjál, állítok mindjárt egy kis húdot. Na, tényleg, most már meg tudtad csinálni, hogy van húd. Hát persze, hogy meg tudtam csinálni, én akármit meg tudok csinálni, de most lássuk a játékot. Lehet ilyen nagyon nagyokat ugrani, és ott van a háttérben egy gyár, ami amúgy szennyezi nagyon a levegőt, úgyhogy szerintem majd ezt be fogjuk pejelni. Mert a borsot kemény szennyezi Kazincbarcikát, ez meg beszennyezheti egész New Yorkot. Ja igen, meg Pakson is hallottam, te egyszer voltál már Kazincbarcikán is, igaz? Te voltál már ott, nem? Hát persze, hogy voltam, hát én a borsodi vegyi kombinátban is már lehúztam kb. 10 évet. Na de most beszéljünk a játékról. De nem beszélhetjük, addig amíg meg nem vitattuk ezeket a fontos kérdéseket a paksi atomerőműről. Na mindegy, lehet ebben a játékban lopakodni is. Igen, egy lopakodó módot kapcsolunk most be. Hogy ne lássák az emberek, hogy mi mit csinálunk, tehát nem lehet nagy feltűnést kelteni.
és eltűnik a kezünk, akár csak a Crysis 1-be. És nézzük meg, milyen erőszakos lesz ez a kivégzés. Na. Na most lelőttük ezt a... Nem lőttük le, mert mi ennél nem vagyunk ilyen brutálisak, csak leszúrtuk a nyakánál. Mint a malacot a Józsika, aki vágja a disznókat mindig az apukájával. Nem, és hát ő nem jó lesokolja dolog. A malacot, nem szúrja le. Na és most kicsit lövöldözzünk. Ez a Skajabeusz fegyver, ez nagyon erős. Kivéve, hogy szerintem nem valami hatékony amúgy ezek ellen, az ellenségek ellen. Na már megint szól nekünk a gigoló. Igen, biztos azt mondta, hogy már nagyon éhes, és el kell hozni neki a zsíros kenyeret. De, hogyha nem tudjuk elhozni a zsíros kenyeret, akkor na. Nézzük. Na. Miért nem törik be? Hát még a Half-Life 2-be is betölt az ajtóit, meg nem törik be, hát milyen dolog ez? Ja, na, vegyünk fel meg egy kis ammunációnét. Igen, nagyon szar, Left 4 Dead-ba is betölt az ajtó, hát az. De merre kell menni? Hát nem tudjuk, most az utat keressük. Á, megvan, fel kell ugrani ezen a nagyon szép konténeren. Igen, biztos, hogy itt lakik egy szellem. Itt a zsíros kenyértó. Itt van a zsíros kenyér szobra. Ott mennek autóval, gyorsan. Júj, gyorsan lőd le őket, gyorsan, Mike-os. Micsoda akció, júj. Júj, hát igen. Biztos jobban van megcsinálva ebbe a jelenet, mint a Crysis egyedik részébe. Nézzétek meg még, a szemünk sarkából is vér folyik, hát milyen morbid játék ez. Hogyha lusták vagytok letölteni, akkor kérlek benneteket, arra kérlek, hogy... Menjetek fel! A startlapjátékok.hu-ra és a morbid játékoknál megtalálhatjátok ehhez hasonlókat is, hát pont bizony, ezt nem. Bizony, pont ezt a játékot nem. Csak hasonlókat. Így mint van, példa, ahogy mondod. Mint például, amikor a sztárokat kell arcul ütni, és akkor kifolyik a vér az orrukból. Hát ez nagyon morbid. Meg amikor késsel kell szurkálnia. Na, de most mindegy, most ez ne tereljük félre a témát. Nézzétek meg, a konténer házakból jó munkás emberek lakásaiból törnek elő ezek a vérengző vadállat emberek. Ezek nem vadállat emberek, ezek doidák. Doidák a stálvásból. Ezek betyájok, ezek nagyon betyájok, ezek az emberek itt. Igen. Na most öljünk meg belőlük egy pályát. És ott volt egy lada! Ott volt egy lada! Egy lada? Egy lada valahol. Azta! Na, nyomjuk meg a... Nyomjuk meg a... Jó, ott nagyon lőnek, igen? Hát... Jó! Látod ezt, Májkó? Ez egy lada! Egy lada! Egy igazi! Lakos kedvenc kocsi a lada! Ez igazi 1200-es és... törjük be! Betörjük! Nagyon kemény! Jó! Ez egy igazi lada, basszus! Na úgyhogy gyerekek, szerezzetek jogosítványt, és menjetek a Mezőcsoknyán található autós iskolába, amelyen vezethettek ilyen ladát is. Hát na. Igen, és ahhoz igazi skillek kellenek ahhoz, hogy egy olyan monstrumot lehessen vezetni, mint a lada, amit apa adományozott. Képzeljétek el, az autós iskolának! Igen, amúgy a lada bejelentette, hogy 2012-ben a világ vége előtt még kiad egy konstrukciót, hogy mindenki élvezze a ladákat, és ne legyen jók az a véleményük, hogy csak a cigányok járkálhatnak ladával. Na hát... Szerintem most ennyi elég is volt ebből a nagyon jó játékból. És na hát elemezzük is csak, hogy miért nagyon jó ez a játék. Hát a grafika. Na hát mit gondolsz a grafikáról, Gerzson? Hát a grafika az egy tabu téma. De kifejteném ezt most nektek. Hát szerintem egy beta verziós képest ez egy viszonylag jó grafika. Igaz, a Half-Life 2... Buksi! Hát de... Hát egyszer már Talking G-nek is leharaptad a lábát, most már Gerzsonkának most már nem áll. Mennyi, ne! Buksi! Na! Júj! Na, hát akkor térjünk át a hangokra. A hangok szerinted milyenek voltak a játékban? Voltak hangok egyáltalán a játékban? Én nem vettem észre. Hát azért volt benne egy-két hangeffekt, szerintem a lövöldözős rész elég jól meg van csinálva az egyedik részhez képest is, sőt még a Half-Life 2 lövöldözős részét is felülmúlja.
Na hát, és te mit gondolsz például ezekről a kis doidák? Jó, szerintem jól vannak meganimálva. Szerintem elég kedvesek és szerethető ellenségek, nem úgy, mint a Half-Life 2-ben a Darth Vader fejű emberek, meg a Left 444 Dead-ba ezek a futó zombiszerű állatkeverékdakat, nem tudom még, és szerintem jó dolog, hogy egy játékban végre normálisan, élethűen tudták szimulálni a Lada vezetését, nem úgy, mint a Half-Life 2-ben, a vizem, meg a Just Sausé 2-ben, hogy vizem megy a Lada, meg ilyenek, hát én nem értem ezeket a játékokat. Tehát végre van egy jó játék, ami jól szimulálja ezeket a dolgokat, és szerintem a maximum 1000 millió pontból mennyit adnál rá a játékra? Hát egy 10-20,8-at. Szerintem az elegendő egy beta verzióhoz képest. Biztos a full verzió az sokkal jobb lesz, de nekem ez is elnyelte a tetszésem. Na hát, ennyi volt mára a nagyon jó bemutató. Ne legyetek részegek, és egyetek sok finom diós kenyeret és zsíros kenyeret hagymával. Sziasztok! Szervusztok!